Sziasztok! 5 perces delay-jel indulunk, már elindult a cast fázis. Köszöntök mindenkit itt a Dota 2 VMLB Division 2-ben, ahol is zen kutyái csapnak össze a facomat verje bele társasággal. És most indul a Ben fázis, én fogom őket jelenleg kasztolni, lobbit már megcsináltuk, cointos már megvolt, a csapatok felálltak, első Ben már ki is ment OD, és mindenki láthatja. Nézzük csak. Igyekszem a legjobbat nyújtani. Tudjátok, úgyhogy reméljük egy izgalmas közvetítés elé nézhetünk. Szerintem a két társaság ismeri egymást, sőt, már többször baráti lobbiban is néha napján összecsaptak egymással, ez már szinte biztos. Kis információ, a stream megint 5 perces delay-jel megy, in-game 2 perces delay-jel megy, és Grimstoke-ot ki is brannolták a pukkal együtt. Na, az első pick az ogre. Vajon ki fog ogrézni? És vajon pozott lesz-e az ogre? Ez is egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Úgyhogy meglátjuk. Oké, Dark Willow lett a Nobody-éknál, így fogom csak egyszerűen nevezni a csapatot, hogy ne kelljen itt, de levettem a 18-as karikát a streamről, úgyhogy hagyd ne kelljen itt folyamatosan oznom. Úgyhogy következő pick, Viper. Hát igen, ő ez kemény, ez ilyen tryhardra utal. Tryhardra utalunk. Remélem a stream az jó, jelezzetek vissza majd cseten, hogy minden oké. Igyekszem a legjobbat kihozni így az életem első komoly kasztjából, úgyhogy köszönöm a segítséget meg mindent. És hát hajrá. Hajrá, ugyanakkor a többi csapat is kasztolva van. Lina. Nagyon szép, én szeretem Linát. Szóval jó a range-e, mehet midre is, de szerintem őt most talán soft supportnak fogják behozni. Fú, ilyen okosokat is tudok mondani. Na nézzük, a következő ban fázis. Bőven van még mindenkinek ideje, ugye, gondolkozni. Zen kutyáinak adom a zászló lobogóján azt a kutyust, cuki. Invoker kirokva, Enchantress kirakva. Ez gyors volt. A viszont válasz. Invokeren azért gondolkoztak egy sort a srácok. Húha! Ez egy jó kérdés, hogy in-game-be megye. Nem merek hozzányúlni, ez az első lobby, amit így csináltam. Nem hang, nem. Csak a Twitch-en van hang. Ó. Azt nézem, nem. Értem, tudom, mire gondoltok, srácok, csak nem merek én nagyon most kilépni, belépni. Twitch-en van? Mi az, hogy rektit halljátok csak? Rektit hogy hallhatjátok, amikor nincs is benne a streamen? A Twitch-et... Na, akkor ez így nem jó... A Twitch-en is csak engem kell hallani. De várj, srácok! Rita, rossz az audio szólt a streamen. De a Twitch-en megy. Twitch-en megy, de téged nem hallunk, csak a Recti. De a Recti... Jaj, az igen, az elindul, 5 perces késés van az a felkonf alatt. Ez be fog jönni a banolásnál. Mindenki 5 perces késéssel néz.
Én már... Akkor nem ide vagyok tovább. Igen, ez az 5 perces delay, ez engem megkever nagyon, gyerekek, úgyhogy elnézést kérek. Szóval igen, az elején le voltam mútolva. Na, közben kijött egy mars. Milyen jó, hogy ennyit várnak a srácok. Lesz ki lett pikkelve egy Weaver és egy Juggernaut, és a másik oldalról egy Clockwork meg egy Shadow Fiend, hogyha jól látom. Lesz hang, ne aggódjatok. Jaj, de megijedtem, hogy nem hallotok, de most már hallotok meg, most már mindent tisztáztunk, és fogtok hallani. Szóval, Mirana. Ez érdekes. Mármint számomra ez a Ogrelina Mirana line-up. Ó, ez jó kis Snapfire, a nagyi előjött. Kíváncsi vagyok, erre mi lesz a válaszuk? Zenéknek, zenkutyáinak. Igen. Indokolt lenne közben egy szavazás. Ti mire gondoltok? Ki fogja megnyerni ezt a meccset? Oppá! Egy jó ax. Most megint banolunk. Urza ki lett bannolva, Draw Ranger ki lett bannolva. Nézzétek el, nekem ez az első ilyen cast. Próbáltuk levenni mindent a streamről, hogy tényleg csak a játékot fogjátok majd élvezni. Free kamera módra fogom állítani a játékot. Az elején megpróbálom, hogyha lehet nézni a last hites történeteket, utána meg az értékét a hírónak. Na, Slarkot kipannolták. És az utolsóban nézzük, és utána majd lesznek az utolsó pikkek. Aha, Anti-Mage röpült. És most van akkor az utolsó Pixen kutyáinak. Mit feszülten várunk? Na, egy jó lifestealer. Aki bele tud mászni az ogréba, vagy bele tud bújni egy axba, vagy bárkibe igazából. Nos, én 2 perc van arra, hogy átgondolják a srácok, hogy mit hoznak. Aztán kiderül, hogy ki melyik lénre megy. Ti valószínűleg jobban tudjátok, mint én, de majd a egész nap végére valószínűleg menni fog az is, hogy ki melyik lénen, ki melyik poziban játszik. Egyébként minden gém külön lesz kasztolva, a következő gémet azt közösen fogjuk Wandával kasztolni.
Dodi és Zen kasztolja a Division 1-et. És annyi kérésem lenne, hogy... jó. Mindenki írta, hogy minden jó, minden szép. Még mindig gondolkodnak, nobody-ék, még mindig gondolkodnak. Egy perc elment. Lehet, hogy taktikailag kivárnak, hogy nőjön a feszültség. Nőjön a feszültség. És elindult a szavazás, hogy ki nyer ma, játék és muzsika 10 percben. Meg lehet tenni itt a téteket. Morphling. Egy jó morphling. Oké, és láthatjátok, most Gary van a Viperrel, Dangy a Snapfire-rel, Killer Hun van Linával, Deshant Ogremagi, Nobody egy jó morphlingot hozott, Tiny Spammer, Lifestealer-rel, Karvaj Axal, You Can Walk Home. Mirana és Devo Dark Willow. Ó, és Enjoy Mars. Hogy így össze-vissza felsoroltam nektek, de elég hosszan marad a képernyőn ott fent, úgyhogy mindenki meg tudja nézni, hogy ki merre van. És most jön a nagy szám, hogy le tudjam követni azt, hogy mikor, hol, mi történik. És ne azt nézzétek, hogy valaki farmol fél órát a dzsungelben. Cuki a Dark Willow-nak a skinje. Mirana is kitett magáért. Skinekben azt hiszem mind a két csapat jól áll. Jó. GameStat én rátenném a Last Hitre. És nézzük is itt a társaságot. Megindul. Kíváncsi vagyok, hogy valaki kezd-e Smoke-kal. Esetleg egy jó First Blood-os... itt már megy a... esélyes, hogy innen fentről karvaék fognak szépen jönni. Próbálom nem rángatni a kamerát. Vagy viszont... Nobody-ék így ülnek közben össze. És várják a többieket. Jó, de kis gyorsan mozog az egerem. Ahogy elnézem itt. Többiek meg itt bujkálnak. Mirana egészen elment, már lent van, és kerül. És vardolgat. Ez az. Egy vard már mind a két oldalon megvan. Mindjárt kezdik. Hát itt fent nem lesz túl nagy akció, nobody, mind a két csoport két irányba ment, úgyhogy szerintem mindenki fel tud venni két-két rúnát, igen. Szépen mindenki megy el a helyére. Itt most First Bloodot nem látunk, szépen mindenki battyog, ahogy elnézem, senki nem portol sehová. És a térképre való rajzolás művészete az megindult. Úgyhogy... Lina akkor Ax ellen midezik. Ax miden? Karvaik rögtön elkezdtek. Eléggé erősen bekezdtek. Lent meg nobody van egyedül. Most jött meg a Willow. Odafent, mindjárt nézzük. Odafent hasonló a helyzet. Pusigeri azért azzal a Viperrel eléggé tudja inzultálni ott az ott lévőket. Egy újabb ward lekerült. És egy nyílott elrepült valamerre. Na, itt van egy kis akció. Egy picike. Devo egy picit egymásnak esett Miranával. Ütik egymást rendületlenül. Support csata van. Kibontakozóban. Ja, Mirana egyébként jobban bírja, ahogy így elnézem.
Hogy állunk közben a újabb nyíl próbált elmenni. Nézzük meg fent, mi történik. Az okra már el is ment a másik irányba. Igen. Tényleg egy jó kis pullal indított, amit szerintem a desát nem tudott visszahúzni. Csak egy picit. Csak egy picit. Közben minden igazából creepeket öldösnek, last hitelgetnek, ott ilyen szép nyugis a helyzet. Ahogy így elnézem, inkább a lénem van helyzet. Na, egy nobadék, most tolják a lént. Annyi a... Azt mondja, hogy... Na, egy kuriál elhullott. Annyi még az információ, hogy ha vége van a game-nek, akkor én is fogok screenshotot csinálni a nyerésről, és akkor ezt be fogjuk márkolni. A kaszterek. Hop-hop, itt akár valaki hallhat is. Az a Viper az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ló, nagyon-nagyon-nagyon meghalhat, és meghalt. First Blood, gyerekek, desát megölte Pusigerit. Mindenki, de nincs túl sok élet, ez az ogre is eléggé lazán mászott el itt fent. Ehhez képest Lina és Mars továbbra is püffeli egymás krípei teljes nyugalomban. Mindentől semmitől sem zavartatva. Következő. Kill esetleg. Így, Devónak onnan el kéne repdesni. Ha nem akar rosszat. Szóval a kaszterek csinálják a lobbikat, és mindegyiknek egy név van, úgy, ahogy nálam is ki volt írva, a VMLB, Division 2, és akkor a kaszter beírja az adott csapat nevét. Tudom, ez kicsit későn jön majd információ. Lehet, így ezzel a delay-jel együtt. Csak közben nem akarok nagyon lemaradni semmiről. Na, Lina átvette a Last Hit-be itt a vezetést, mondjuk Mars ellen last hitelni, tehát úgy értem ez a... Nekem ez új, hogy Mars középen van. Lina inkább mides, mint Mars mondjuk, de ez csak az én meglátásom. Nobody-nál alakulnak a dolgok. Nézzük meg, hogy az Axe-nál mi van. Mirana kerül, szerintem megy midre. Hopp, itt jókor ugrottunk fent, mert újabb Viper a halált láthatunk. Viper halált. Nem, túlélte. Pusigeri túlélte. Túlélte. Viszont megy genkelni Mirana. Be is állt. És... szerintem azt várják, hogy el tudják kapni a Linát. Gondolom a missing reportok mennek ezenrel. Odafönt a helyzet változatlan. Egy jó pullolással egy következő stacket Dénzsi össze fog hozni. Most ez tiszta, tehát ez sima ügy lesz itt. Hoppá! És pont ide értünk a lényegre. Jó kis gang. Hát igen, Mirana nagyon eljött. Mars teljesen jól lejött, úgyhogy... És Mirana már fent is van egyébként. Ott próbálják kompenzálni a helyzetet. Az a Lifestealer az nagyon... Viper meghal, Mirana toronyölte meg, Lifestealer még elmegy.
Ogre elmegy. Teljesen ki van tolva itt a lén. Ők. És a lifesteal le tudja szedni azt a nagyon szép stacket, amit felsztekkeltek. Hát igen. Ami Dénzsi felsztekkelt oda. Itt ki lett írtva az összes erdő, mint látható. És Devo bajban van. Dénzsi kicsit vár, azt nézem, hogy Lina farmol. Mars csak szépen vár. Lina last hitban egyértelműen vezet, ugye Mars lement genkelni, tehát nem volt a lénen. És Mirana megint megy. Viszont mindenki megy genkelni középre. Mind a két oldalról, úgyhogy ez izgalmas lesz. Mirana most fog megérkezni. Dark Willow is vár, tehát most mind a ketten ott vannak. Szerintem arra várnak, hogy a másik beugorjon. Bocsánat, én még egy kicsit nagyon megy a kamera, de igyekszem nem annyira rángatni. Devon megy vissza. Karvaj farmol. Mirana megint megy fel segíteni. Mars is megy fel. Az ott akkor buli lesz. Milyen gyorsan fut, felvette a rúnát. Egyébként nem futhatna ilyen gyorsan, úgyhogy... És portol is vissza, úgyhogy igazából ez nem volt annyira jó. Viszont azonnal leportolt. Ez az. És szomorú. Halált, halt. Jól mennek a fiúknak, ha ezt kell mondanom, hogy jól megy Nobody-éknak ez a genkeléses történet. És már is visszament a midre, tehát Lina ugyan vezet, a last hitekben vezet a nek a zenék, de ugye a genkelések jobban sültek el a Nobody-éknak. És kicsit mindenki össze-vissza szerte szét mozog. Mirana még csak jön. Mars elkezdett farmolni. Ott hagyta a lént. Úgyhogy free farmja van Nobody-nak. És nézzük. Lina farmol. Lina farmol. Mire? Na, jön, megy. Azt ott fel kéne venni, ez az. És most, ahogy elnézem, mindenki megy le. Lina, Mirana. Igen. Depó is visszaért egyébként. Marsnak free from van minden most, jelen pillanatban. De vargyuk van. Tehát nehezebb lesz őket befogni igazából. Egy nyíl elszállt. Igen. Úgyhogy itt már akkor akció nem lesz. Hoppá! Itt fent lemaradtam egy halálról. Inkérek elnézést. Mars megint felment. Ez a Mars? Jön, megy. Ugrál össze-vissza. És most az a Lina, az ott bajban van. Hopp, Snapfire-nek az ulti kiment. Most már 8-as egyébként, sőt 9-es. Az a Mirana nyíl sem mentette meg a helyzetet. Mirana 6-os. Nézzük meg, mi van most a Marsban. Van egy battle. Építi az EU-t. Itt a szokásos, nagyon nincs mit építeni. Nézzünk egy axot. Blinket vesz, az indokolt. Mantasztályt épít Nobody. Fent felment mindenki. Négyen vannak fent.
És az a Viper szegény, az ha csak nem történik nagyon nagy dolog, akkor meg fog halni. Igen. Viszont, ha minden jól megy, akkor nem. Nem toronyra megy a Mars. Úgyhogy ezt hagyja a creepeknek. Nobody lent egyedül el van. Egy gyors farmolás itt azok között, akik mennek visszafele, de mennek a Marsra. Mennek a Marsra. Úgyhogy... Nézzük, mi van a Linában. Mit épít? Blacking Bar van betéve. Eul Blacking Bar és Boots of Travel, az hamarosan meg lesz. Igyekszem néha rápillantani a chatre is, rácok, hogy nézzem, hogy mit szeretnéd. Na, középpen egy nagyon jó Mars ulti, amiből Mars kiszaladt. De ettől függetlenül azt a Fire ultia lehozza. Hát igen, ez erős kombináció. 8-3 az állás, akárhogy is nézzük. Karvaj elment farmolni. Mirana ultia kiment. És megy Karvaj vissza a lénre. Torony az kezd lehullani náluk, viszont a genkarány még mindig jobb. Na nézzük itt fent. Ó, egy multicast 2-es, az itt bejátszott. Mi van a nagyiban? Mert a mechanizmot figyel. Hop-hop, hop-hop, kicsit előre ment, és... Jaj, szegény Vipera. Ő úgy kapja. Mondjuk úgy kezdeményez. Úgyhogy akárhogy is nézzük. Rodofatoszt épít, Pipe-ot, meg Headrest majd. Feljött szerintem. Ha van ulti a Marsnak... Ó, hát mindenki itt van. Mindenki, aki él és mozog. Hop-hop, bocsánat. Egy Mars ulti, ez jó, hogyha van ulti a Snapfire-nek, de 16 másodperc. Úgyhogy... Viszont visszajött a Viper. Így. De sajnos el is fogyott. A Mars még él, Snapfire menekül. És hát gyerekek, ahogy szoktuk mondani, Fountainig. Igazából. Itt most nagyon csúnyán. Épp, hogy minimummal ment el Karvajnak az axa. És sajnos az a... Nobody túlélte az egész támadást. A torony ledölt. Igen. Ezzel vissza lett fordítva a meccs, mármint úgy értem itt a kezdeti részen, amit Nobody-ék előnyt megszereztek a nagyon szép több genkkel, az most egy kicsit így megborult. De még nagyon az elején vagyunk. Nagyon az elején vagyunk. Mindjárt át fogok váltani 100-nál. Ha eléri Lina 100 last hitet, akkor át fogok váltani az összértékre. Ahogy elnézem a lenti... Lina lemegy... lentre. Többiek farmolnak náluk. Ó, itt egy smoke. Itt egy smoke szerintem... Az a nagy kérdés, hogy hova mennek smokkal. Szerintem elkapják az első útjukba került bárkit, aki a Lifestealer volt, és ő ott... És viszont most már tudnak menni egyébként a toronyra. Igen. Ők lent. Még egy torony leborult. Viszont a fenti torony náluk is le fog esni. Kompenzációként. Meglátjuk. Igen, itt vannak négyen szekúrolják, hogy minden menjen. Nobody, ahogy elnézem, farmol. Lina már megy felfelé. Invisben.
Nem, Mirana Ultiban van. Bocsánat. Én kérek elnézést. Mirana Ultiban van, de egyedül van egyébként. Viszont megjöttek a többiek is. Kiment a Mars Ulti, kiment a Snapfire Ulti, kiment a Lina Ulti. Snapfire még menekül. Portol, és elportolt. Az kemény volt. Akciódús, azt kell, hogy mondjam, akciódús a játék. Linda megint megy lefelé. Élednek a többiek. Ogre divardol. Nobody veri a creepeket. Kicsi csönd. Rengeteg wardot tettek le egyébként. Akárhogy is nézzük. Úgyhogy zenkutyáinak teljesen ki van vardolva mindenhol. És nagyon szépen együtt mozognak. Ahogy egyébként nobodyék is. Egy smoke volt, ez viszont smoke, nem ulti. És ezt nobody fogja bánni, ha csak nem ér valaki oda megmentésképpen, de szerintem ez a már nem kategória. Tengyék fent gyűlnek. És a Lifestealert próbálják elkapni, meg közben shoppingolnak egy picit. Azt nézem, hogy változott-e valamit a build felállás, kinek mi van. Kicsit gyorsan kattingatok. Miranában, ez Ogréban alakul egy glimmer kép. Karvajnál ugye lesz egy Billet Mail alap, Black King Bar, ez jó. És megvan a blinkje már. Beugrik, felteszi magára. Hát igen. Igazából beszorultak. Most két... Lehet, hogy itt egy smoke készül. De itt vannak. Mind az öten. Egy smoke elpattant. És nagyjából sejtik, hogy fent van a... A zenék. Azt hiszem az elsőre. Igen. Felelúlozzák. És a Lina halt. Abban nem vagyok teljesen biztos, hogy értelmes, hogy megéri egy emberre kimenni egy ultinak. Mirana ultiban a többiek itt szépen el is mentek. Nem is bocsátkoznak harcba. Hogy így elnézem. Lifestealer. Mi van a Lifestealerben? Nézzük csak. Face Boots. Armlet of Mordigan. És épít egy Yasha-t, meg egy Sanji-t. Igen, itt írjátok a chaten, hogy baráti lobby feeling van ezek a smoke és menjünk. És kicsinálja jobban, igazából. Nagyon kiegyensúlyozott egyébként. Most össze fognak gyűlni egy smoke-ra. Smoke elpattant, és már indulnak is. De mindenki lát mindenkit, ahogy így elnézem. És mindenki ott van egyébként. Egy Viper meghalt. Eul kipattant. Willow elfirelt mindenkit, a Mars sajnos rosszul tette le az ultit, úgyhogy ez... De az Axettől függetlenül még belehalt. És most zenék veszik kicsit visszább, és mennek, hagyják ott a terepet. Na, 15-13. Mit épít? Black King Bart épít a Mars, oké. Okay. És mi van a Linában? Linánál... Oh, my travel boots van. Igen, ez a ütős, mides Lina build. Mivel össze-vissza tud pattogni mindenhová. Ethereal Blade-je megvan Nobody-nak.
Tornyok tekintetében, jó, igen, bocsánat, itt gyorsan átállunk. Várjátok, Last Hit, nem, Hero Level Mini Netverse-re, igen. És egy, már is egy pillanat. Egymást pingelik, másik irányba. Úgyhogy ők itt ülnek, és valószínűleg azt a Mirenát próbálják meg elkapni, vagy legalábbis egy biztos, mindenki borzasztóan egyszerre mozog, mert arra rájöttek, hogy a másik csapat is egyszerre mozog, úgyhogy egyedül így nincs. Nem olyan jó dolog járkálni a sötét erdő mélyén. Vardok vannak, tehát gyerekek, vardok vannak. Mindenki mindenhol ki van vardolva. Szerintem... És... Egy smoke ismét elcsattant. Mirana ult is. És egy újabb Snapfire ulti kiment. Mas ulti kiment. Mirana még megy, rutolva van a Lina. A Life Stealer az ott hal. Nobody. Hármas kill. Life Stealerrel még összecsap-e? Össze tud-e csapni? Nem. Nem tudott elmenni. Life Stealer és Nobody is behozott egy 3-3-as killt, úgyhogy igazából az a különbség, hogy itt a zenéknél a Life Stealer túlérte a Time is Spammer. Ő életben maradt, viszont Willow már éled is egyébként. A Lina meg egyszerűen ugye megy mindenhová. Mars megjött. Axe fent van. Szerintem ott tudja tolni a lint. Mindenki újra élet. Körülbelül mindenki egyszerre élet újra. És... Itt megint én egy smoke-ot sejtek, mindenki összejön, mindenki lefarmol mindent, és utána smoke-olnak és mennek egyet. Én erre tippelek. Kinél van a smoke? Ilonál van smoke. Jó. Egy smoke el fog pattanni. Közben... És nem. Közben ők meg fent vannak. Igen, még senki nem rosanozott le egyébként. Viszont zenék vannak közelebb. Life Stealer. Megvan a Sanja és Yasha. És mit épít? Nobody-ek lent gyűlnek. Zenék, zenkutyái középpen, de mennek lentre egyébként, hogy elnézem. Ők is. Kis várakozás. Hát nézzétek, 25. percnél 17-20-ra állunk, 17-20-ra állnak a csapatok. Egy smoke itt kimed, és rá egy Mirana ulti, ez így abszolút helytálló. És hát mennek, mennek, mennek. És azt hiszem, hogy elnézem, eléggé sejtik, hogy hol lehetnek. Most szólok, hogy 5 perces delay van a streamen. Nem innen sejtik, hogy hol lehetnek a többiek. Ah, ez szép. Ez ötletes. Egy bét, Lifestealer-be bételtek. És ők meg ráugranak. Minden ulti szinte, ahogy mit elnézem, kiment. Hoppá, 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 bocsánat. És egy Viper szegény halt,
De egy Mirana és egy Axot ők már elvesztettek, tehát egy Ogre is kiesett, Lina menekül. Na hát... az a pörgetés az mi volt? Az ilyen pánik, amikor én elnyomom a gombot. Marsnál. Lifesteal-em teljesen máshol van. Úgyhogy... esetleg most kéne elmenniük rosanozni. Csak egy ötlet. De gyors farmolásba kezdtek. Zenkutyai nem nagyon tétlenkednek itt azonnal, ahogy megy a farmolás, ahogy látom mindenki megint egy megy összeállni, és ők most lehet, hogy mennek rosanozni. Lehet, hogy mennek rosanozni. Köszöntök egyébként minden új nézőt. 5 perces delay-jel megy a stream, ezért később halljátok, amint chatre szoktam reagálni, és itt már is smokoltak, nobody-ék, úgyhogy mennek. Keressik őket, viszont a zenkutyai fent vannak, mert ők meg szerintem rosanra készülnek, úgyhogy itt nem nagyon fognak tudni elkapni. A Linát el tudják, ő egyedül van. Ki tudják szedni. És ki is szedték. Mirana ulti az ugye, az kiment. És igen, indultam. Indult a rosan. Az a kérdés, hogy igen. Elindulnak-e megfájtolni. Viszont már ki is jöttek. Hop, 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 hop. Igen, a Viper nézi is, hogy ott vannak-e. Rosan járkál össze-vissza. És inkább a középső toronyra mennek rá. És mennek tovább. Marsh smoke-ban van. Marsh körbe megy. És újabb teamfight. Marsh ulti nagyon szépen körbe megkerülte. Utána jött egy Snapfire ulti. Igazából minden eddig kiment. Egy GG itt elcsattant. Viszont a zenkutyái erősebbek. Úgyhogy ezt Marsh ki tud portolni. Nobody ellépett. De keresik. Úgyhogy jó volt a kezdeményezés, de sokkal erősebbek a zenkutyái. Viszont most vissza tudnak menni rosolni. És mennek is. Úgyhogy ugye ketten halottak. Az a nyilaszt talált az álló rosanra, az szépen betalált. Úgyhogy ez egy easy rush nekik, és most viszont pusholni fognak szerintem. Náluk van az égész. Nobody-ék ugye újraélettek, viszont... na, és mennek vissza. Nézzük egy Marshot, meg lett a Blade mélye. Nézzük a Linát. Nézzük a Miranát. Jaj, mondom, nézzük a Miranát, csak nem tudok kattintani. Spirit Vézel. Miranának van még a legtöbb, legkevesebb összetett item, és itt ő ide eljött egyedül. Az többiek, nobody-ek maradtak itt a saját dzsungelükben. Farmolgatnak, 31 percnél vagyunk egyébként. Mirana kicsit tolta a lént, és ahogy nézem ők, igen. Itt szerintem nobody-ek megint össze fognak gyűlni esetleg.
Vagy csak farmra várnak. Mi van a nagyiban? Nagyinak már Guardian Graves-a van, mi van Nobody-ban? Mindjárt meg lesz a Back King bárja, és Mantos Tire már megvan Eternal Beard-del. Azt mondja, hogy ami érdekel még engem, hogy a Lifestealer-ben mi van, és Azult Cruise-t és Buckler-t épít. És még mindig benne van az Aegis, ami még mindig ott van. Úgyhogy meg kell nekik indulniuk ahhoz, hogy kihasználják azt az égiszt. De előtte még úgy néz ki, hogy farmolgatnak. Ezt a többiek is tudják, hogy ha nálad van az égisz, akkor egy jó teamfightot kéne keresni. Vagy legalábbis valakit ki kéne szedni. Szerintem smokolni fognak és Mirana ultizni fognak. Lehet, hogy pont a Mirana ultira vártak, hogy meglegyen. Na, egy smoke. Nos, nos, nos. Igen. Jó, szokásos. Menetrenddel. Nézzük, hogy mit válaszolnak. A Nobody-ek érzik azért, hogy ez így esélyes, hogy ide jönnek. Az a kérdés, hogy midre mennek-e, és midre mennek. És... Dingy áll. Viper is áll, és Viper-t megint elkapták. Mars az beugrott, viszont utána ki is ugrott igazából. Az Ogre meghalt. Nézzük itt fent. Hárman püfelik Nobody-t. Willow megpróbál segíteni neki, de Devon segíteni próbál. Kisebb sikerrel. És hát akárhogy is nézzük, az Aegis az még mindig ott van. Stun, az a nyíl, az nagyon szépen ütött. Mars megjött. És akkor valószínűleg itt a topon fognak bemenni. Ahogy szoktuk mondani, baráti lobbikba Fountainig. Piper éled. A többiek meg portolnak vissza. Kicsit feléledni. De jelzem, az Aegis még mindig benne van a Lifestealer-ben. Fentebbi nézetből azt... Jaj, bocsánat. Jó. Ennyire fentebbire gondoltad? Vagy ez nagyon fentebbi? Hop-hop. Most nem tudom visszaállítani. Ajaj, pánik. Most olvastam Bruminak a zéját, a megjegyzését. Most nagyon eltávolodtunk. Vissza kéne tudnom állítani. Jajaj. Hát most ezt így sikerült átállítanom ilyen nagyon fenti, nagyon pici nézetre, amit nem fogtok szeretni szerintem. Miranába bementek. Az Aegis az kiment. És hogy a... Ó... Nem lesz ez így jó. Csak mit nyomtam le? Na. Így akarok jót itt. Jól átállítom az egészet. A pici fentebbi nézetből. Mondjuk egy tény, hogy így most mindent láttok, csak egy kicsit piciben. Úgyhogy a botot ütik, a botot védik egyébként, és egy Mars ulti bepattan. Stepfire ulti kiment, a Fear elment. És az Axe meghalt, igazából viszont ők hárman haltak eddig meg. Az Axe hősiesen harcol, de hát négyen ütik. Úgyhogy ez így. És a Snapfire éltet. Ó, megyünk vissza. Ezt hogy sikerült így csinálni? Azt nem tudom, de bármi történt is, nagyon szépen köszönöm. Nem is mennek rá a
Csak közép. Gyerekek, ez tiszta tryhard, én ilyet még nem láttam. Uramatyám! És Zen kutyája ezzel meg is nyerték. Mi, majdnem minden torony állt egyébként. Ez csak nekem új. Na nézzük az összefoglalót. Hoppá, ez így nagyon gyorsan véget ért így a végére. 36 perc, 25-32 a kettő arányban. Csinálok egy screenshotot is. Egy scoreboardot nézzünk, hogy akkor ezt át tudjuk veletek tekinteni. Én ilyet még annyira nem láttam, hogy ennyire csak a közepet ütik. Úgyhogy wow. De hát én még kezdő vagyok ilyen szinten. Na! Itt a Netverse-t láthatjátok. Lifestealer magasan vezetett. És igazából Nobody-éknak, Nobody volt a legmagasabb Netverse-el. Viszont az még mindig nem ért el a lináét. Itemeket kipakolgatták, Tombot vették rendesen. Last Hit-ben Lifestealer 354-jel zárta a kört. Torony püffelés, igen. Igazából a közepet püffölték, más nagyon nem is. Vardok azok mentek, és azt hiszem más részt nagyon nem. Nézzük a grafot. Team. Itt voltak ilyen kiugrások. Az elején nagyon jók voltak a genkek Nobody-éktól, és utána nagyon összezártak a Zen kutyái, és nekik sokkal jobban sikerültek. 10 percnél Lina vezetett, és viszonylag elérősen vezetett. Nem akarok nagy fejtegetésbe belemenni, mert én ezeket csak most tanulgatom. De láthatjátok, hogy 20 percben hogy álltak, 30 percben hogy álltak. És végül a végén, hogy álltak. Hát egy komoly nyitó meccset láthattunk.